utcai agressziót rögzített olvasón kamerája 2022. augusztus 8-án este a szombathelyi Vörösmarty Mihály utcában az 56-osok terénél. Négy gyermek és két felnőtt kelt át zöldjelzésnél az úttesten, amikor egy szintén zöldjelzésnél induló Renault érkezett a Szél Kálmán utcából. Az autó vezetője valamit mondott és mutatott, ami azonnal felbőszítette a gyalogos férfit, aki nagyot rúgott az autó elejébe. Ezután szóváltás következett, majd az utcai perpatvaroknál jellemző ruházat vagy felszerelés ledobása a földre, ami jelzi, hogy az illető kész a harcra. Ezúttal egy hátizsák került az aszfaltra, plusz a gyalogos nő bicikléje, aki szintén a veszekedőkhöz rohant. A videónak nincs hangsávja, de olvasónk elmondta, hogy nem hallott dudaszót az összezördülés előtt. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a felnőttek a vita hevében teljesen elfeledkeztek a gyerekekről. A legkisebb fiú visszaszaladt megnézni, mi történik, közben hosszú másodpercekig állt a sáv közepén, miközben a járműveknek mutatott zöldet a jelzőlámpa. Ha egy sofőr figyelmét elvonják a veszekedők, akkor zöld jelzésnél könnyen áthajthat a fiún, és később már senkinek nem nyújt vigaszt, hogy látnia kellett volna a gyereket, ha előre figyel. Várjuk a videón láthatók jelentkezését, hogy elmondják, mi történt itt. De várjuk olvasóink véleményét és a látottakról. A felvételt pedig köszönjük olvasónknak.